Részlet Szent János evangéliumából, az 5. fejezet 31. versétől. Egy alkalommal Jézus így tanított. Ha én tanúskodom magamról, tanúságom nem érvényes. Más az, aki tanúskodik én rólam, és tudom, hogy igaz az a tanúság, amelyet rólam tesz. Ti Jánost kérdeztétek, és ő tanúságot tett az igazságról. Nekem azonban nincs szükségem emberek tanúságtételére, csak azért mondom ezeket, hogy üdvözüljetek. Ő égő és világító lámpás volt, ti pedig csak ideig, óráig akartatok örvendezni az ő fényében. Nekem nagyobb bizonyítékom van Jánosnál. A tettek, amelyeket az Atya rám bízott, hogy elvégezzek, azok a művek, amelyeket én viszek végbe, tanúskodnak felőlem, hogy az Atya küldött engem. Rólam az Atya tett tanúságot, aki küldött. Ti soha az ő hangját nem hallottátok, sem arcát nem láttátok, és az ő igéje nem marad meg bennetek, mert nem hisztek annak, akit ő küldött. Vizsgáljátok meg az írásokat, hiszen azt gondoljátok, hogy azokban van örök élet számotokra. Éppen azok tesznek tanúságot rólam, ti azonban nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Emberektől nem fogadok el dicsőséget. Rólatok viszont tudom, hogy nincs bennetek Isten szeretete. Én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtok el engem. Majd ha más jön a maga nevében, azt elfogadjátok. Hogyan is tudnátok hinni ti, akik egymástól kaptok dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely egyedül Istentől van, nem keresitek. Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni titeket az Atyánál. Van, aki vádol benneteket, Mózes, akiben reménykedtek. Mert ha Mózesnek hinnétek, talán nekem is hinnétek, mert ő én rólam írt. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, hogyan hisztek majd az én igéimnek? Kedves testvérek, meglehetősen kétségeket támasztó evangéliumi szakasz, amelyben Jézus korholja a hallgatóságát, és valójában először mindannyian úgy gondolnánk, hogy mindez a kívülállóknak szól, hiszen mi itt vagyunk körötte, és mi hiszünk benne, és éppen akkor, amikor egy kicsit komolyabb nagybőti önvizsgálatot tartunk, rájövünk arra, hogy mennyire nekünk is szól mindez, éppen a hiányosságaink felfedezése által. Kicsoda számunkra Jézus? Jézus az ember nyelvére lefordított Isten. Ember, aki hitelesen tanúskodik Istenről, és ugyanakkor Isten, aki az emberséget önmagában tökéletességre emeli a megtestesülés által. Nagy kísértés Jézus embersége, mert úgy gondolnánk, hogy mivel a mi természetünket hordozza, ezen keresztül a saját esetleg rossz vonásainkat is ráruházhatjuk Istenre, és a gyarlóságainkat ezáltal nagyon sokszor megnyugtathatjuk. Úgy kezelhetjük, hogy számunkra semmi nyugtalanítót nem jelent, hát ezt még csak Isten is megérti, hiszen Jézusban átruháztuk Istenre jó néhány gyarlóságunkat. Ki nekem valójában Jézus Krisztus? Nagyon különös, hogy időről időre, néhány évtized elteltével mindig van egy-egy olyan sajtó vagy médiaorgánum, amely fölteszi ezt a kérdést. Különféle embereknek, különféle korcsoportokból, különféle foglalkozásokban élőknek. Ki nekem Jézus Krisztus? Egyszer engem is megkértek, hogy nyilatkozzak erről, és ahogy belegondoltam, hogy a mindennapi életemről valamit, ami a leglényegesebb, meg kell tudnom fogalmazni, ki is nekem Jézus, és azt mondtam, Jézus számomra tulajdonképpen a zsinatok Krisztusa. Az a dogmatikus Krisztus, amely így nagyon ridegen hangzik, és ennek ellenére ebben rajzolódik ki a teljes Krisztus, a hiteles Krisztus. Az a Krisztus, aki nem szupersztár, az a Krisztus, aki nem egyszerűen ember, de nem is az emberektől távol álló Isten, maga a teljes Krisztus, akiben, akinek teljességében az egyház hisz. És hogyha ehhez a Krisztushoz próbáljuk mérni magunkat, és ő legbensőbb emberi kapcsolatunk, akkor tudjuk megközelíteni igazi önmagunkat, azt a tökéletességet, amelyet Isten szán az embernek, éppen megtestesült fián Jézus Krisztuson keresztül.
Még mindig a pusztában vagyunk, még mindig Jézussal együtt böjtölünk, még mindig az ő szenvedését próbáljuk fontolgatni, és ezáltal saját ő benne elrejtett tökéletességünket megközelíteni. Ne adjuk fel, mert lehetséges. Ennek a reménye éltessen bennünket, mindannyiunkat a mai napon.